17 év után elhagyta a nevelő egyesületét, a világbajnoki bronzérmes, Európa-bajnok úszó és az Újpest színeiben folytatja pályafutását. Nincs titok, vendégem Kapás Boglárka. Szia Bogi, nagy szeretettel üdvözöllek a negyedik kerületbe, a Lilafehér klubban. Első kérdés természetesen az lesz, hogy mikor döntötted el azt, hogy váltasz? Hát igazából ez még a rövidpályás Európa-bajnokság előtt volt egy-két héttel, hogy először megfordult a fejemben, hogy jó lenne egy váltás, és ugye még így olimpia előtt fél éve utolsó pillanat, ugye, úgyhogy még talán belefér, és hát ugye januárban pedig már itt kezdtem az ezt, utében. Az okokról természetesen nem foglak faggatni, mert ugye egy egyéni sportoló pontosan tudja, hogy mit akar. Azt is tudjuk, hogy az edzőkkel is szoros kapcsolatban van egy egyéni sportoló. Problémák megoldottak. Jó helyen vagy, jó csapatban vagy, de azért azt megkérdezem, hogy mennyit számított, hogy tudtad, hogy ebben a csapatban, ebben a klubban van mondjuk Gyurta Dani, meg a Gergő. Tehát azért ez egy komoly, komoly dolog, Berki Krisztián, és folytathatnám Kozák Danuta. Hát igen, természetesen azért ezek is sokat nyomtak a landban, hogy amikor kiválasztottam azt az egyesületet, ahova én el szeretnék igazolni. Hát most, hát ugye említette is, hogy Gyurta Dani azért egy olimpiai bajnok a csapattársam, ezt ugye eddig nem mondhattam el. És hát nyilvánvalóan egy olyan szakmailag, egy nagyon jó szakmai stáb áll ugye a Dani mögött, és most már mögöttem is, mint a Wirth Balázs és Kovácsai Ferenc, hogy én bennük maximálisan megbízom már most így az elején, úgyhogy nagyon várom már, hogy belecsapjunk az igazi közös kemény munkába. Kemény munkába, ami lassan elkezdődik, mert olvastam az újságban, hogy kb. Egy hét múlva Hódmezővásárhely, az kőkemény edzőtáborozás, azt tudom. Igen, egy világváros, de ott nincs be se, ott úszni kell, ott dolgozni kell. Hát pontosan, igen, ugye már hétfőn utazunk oda, hát most ez a hét, ez ilyen bevezető hét, ugye, így a téli szünet után. És hát igen, Hódmezővásárhelyen pedig már elkezdjük az edzéseket, tehát már a kondit is, meg ugye a napi két edzés bejön. Úgyhogy, de már várom. Már várom. Igen. Egy kérdés még a váltásra csak, hogy ugye volt előtte, hallottuk azt pontosan, hogy Cselaci is váltott. Egyszer csak, ugye, mint a villámcsapás, hogy Cselászló elhagyja, és megjelent Egerben. Aztán a Jolton Bernek Peti pont a BVSC-t választotta, ő is váltott egyet. Na most, Bogi, nincs mese, nekik bejött. Hát az eredmények azt bizonyítják, hogy nekik bejött. Igen. Ez is motoszkált egy kicsit a fejedben, hogy valami újdonság, akkor tudod, új edző, mint a labdarúgóknál, egy új edző van a csapatnál, akkor sokkal jobban harapnak. Igen, tehát ez nekem igazából, tehát nem amiatt váltottam, mert láttam, hogy vált más is, és ez nekik bejött, hanem ez már akkor fordult meg a fejemben, amikor már eldöntöttem, hogy váltani fogok, és akkor ezzel bátorítottam tovább magam, hogy lépjem meg ezt a döntést hozzam meg. És hát igen, tehát hogyha ugye megnézzük Cselacit és Bernek Petit is, mind a kettőjüknél bevált az, hogy egy kis környezetváltozás történt velük, és ugye edzőváltás is, és ezzel én szerintem új erőre kaptak mind a ketten, úgyhogy én bízom benne, hogy velem is ez fog történni. Mi is bízunk benne, természetesen. Világbajnoki bronzérmesként és Európa-bajnokként. Mire számítasz most? Ugye ne menjünk el mellette, olimpia következik. Hát itt mindenki olimpiában gondolkodik, ráadásul már beléptünk az olimpiai évbe. Igen. Mire számítasz? Hát nekem eddig is a célom az volt, hogy tehát még amikor a BVSC-ben úsztam, akkor is, hogy ugye az olimpián érmet tudjak szerezni. Úgyhogy hát igazából ugyanúgy folytatom a munkát, ugyanezzel a hozzáállással és ugyanezzel a motivációval a fejemben, hogy ott érmet szeretnék nyerni. Ugyanakkor az is biztató, hogy itt Kovácsai Ferenc és Wirth Balázs is, én úgy érzem, hogy bízik bennem annyira, hogy tényleg meg tudjam nyerni ezt az érmet, és akár egy nagyon fényes érmet is, úgyhogy kell ez a hit, amit ők belém vetnek, azzal, hogy én is higgyek magamban. Azért azt tudjuk, hogy hát nem egy egyszerű távon versenyzel, szóval kimondva is, aki nem tud, csak éppen lubickol, hát annak kimondva az, hogy 800 méter, meg 1500 méter, gyors. Hát, és ráadásul egy ilyen törékeny alkat vagy a debellák között. Miért nem vagy te mondjuk 200-as vagy 100-as úszó?
Hát az sokkal rövidebb, hát két nagy levegő és benn vagy a célban. Hát az igaz. Tehát azért az 50-es úszókat nagyon irigylem, mert tényleg ők beugranak és 20 másodperc alatt kész vannak a távban. Hát igazából nem annyira járnék jól, hogyha 100 vagy 200-es úszó lennénk, hiszen ugye nincsenek annyira izmaim. Szóval oda pedig inkább több izom kell, és ugye a hosszú távokhoz pedig leginkább az állóképesség. Nyilván oda is kell nagyon sok erő, és most már egyre több izom kell már ehhez is, hogy 800-at úgy le tudjuk úszni, hogy az világszínvonal legyen. De hát ugye nekem az alkatom miatt inkább a 800 fekszik, meg ahhoz 1500, tehát ezek a hosszabb távok. Ez a 15 perc, 47 másodperc, ugye jól kukucskáltam itt a pap, mert azért fejből mindent én sem tudhatok. Bár én mindig meglepődök azon, amikor kimásztok a medencéből, és vagy még ki sem másztatok, már néztétek fel a táblát, és ott van egy idő, és mindenkinek az arcán pontosan lehet látni, hogy ez tudja, hogy most igen, hát hogy lehet ennyi időt megjegyezni, vagy hogy úszás közben is érzed, hogy le vagy maradva, vagy jól állsz? Mert ugye nektek hosszú távon. Igen, hát azért nem mindig tudnám megmondani, hogy most éppen időben hogy állok, de hát azt ugye, amikor beérek és látom az időeredményt, az egyértelmű, hogy tudom, hogy mennyi a legjobbam, tehát legalább a legjobb számomban tudom a legjobbamat, ez alap, de hát amúgy nem tudom is felsorolni, hogy minden szám, ami a legjobbam. De hát igen, hogyha beérek, ugye, akkor nyilván tudom, hogy mit akarok látni, minél akarok jobb időt látni, és ugye hát az arcomra van írva meg hát mindenkinek szerintem, hogyha az nem igen, az idő, akkor az idő, amit látni akartam, vagy az, úgyhogy... Ez a 15 másodperces országos csúcsjavítás. 15 másodpercet jó, hogy hosszú táv 1500 méter, de 15 másodpercet nem igazán szoktak javítani egy csúcson. Amikor megláttad az időeredményt ott a világbajnokságon, akkor mondtad magadban, hogy jól látok? Vagy hogy? Mert ez azért egy nagyon nagy különbség. Igen, hát igen, tehát nem annyira akartam elhinni, hogy az az én időm, és hogy ezt én úsztam, de hogy ugye először is annak nagyon örültem, hogy harmadik vagyok. Azon igazából nem is nagyon gondolkodtam, hogy most mennyi az idő, de hát nyilván oda nézek a táblára már reflexből is, hogy egyrészt biztos, hogy harmadik vagyok-e, tehát megnézem, hogy ott van-e a hármas a nevem mellett, és akkor utána jöhet az idő. És akkor megnéztem az időt, jó, és szerintem elsőre fel sem fogtam, hogy az ennyi. És akkor utána ránéztem még egyszer, hogy ja, amúgy tényleg mennyit is mentem, és így... Aha. Biztos? Biztos ez, hogy igen, annyi? Igen, tehát azért én sem annyira gondoltam volna, hogy ez ennyire jó idő lesz. Nem érezted belülről, hogy hasítod a vizet? Ez nagyon érdekes, mert annyira nem. Tehát amikor egy nagyon jó időt úszom, akkor soha nem érzem úgy, hát ez most nagyon jó lesz, hanem úgy érzem, hogy csak úszok. Uh-huh. És aztán majd lesz valami. Tehát nincs az a, bocsánatot kérek, az a görcsőség, az a fáradtság, mert azt lehet, azt jobban érezni, igen, ugye? Igen. Azt jobban igen érezni. Tehát például ugye pont ezen a kezenyi világbajnokságon ugye a 800 gyors volt az utolsó számom, abban viszont belehaltam, és mégse lett jó idő. Tehát nagyon érdekes, mert az 1500-ban úgy érzem, hogy szinte el se fáradtam, persze ez nem igaz, és a 800-ban meg úgy érzem, hogy jobban, és mégis az lett a... Ahhoz, hogy valaki le tudjon úszni 1500 métert versenyszerűen, és nem is akármilyen idővel. Mennyit kell úszni ehhez? Hát, edzésen? Tehát igen, edzésen. Mennyit kell ahhoz úszni, hogy utána azt tudja mondani az edződ, vagy az edzőid, azt tudja mondani, figyelj, de Bogi, ma két olyat kell úsznod, mintha kvázi verseny lenne. Vagy van ilyen egyáltalán? Hát van olyan, hogy versenyiramot úszunk egy edzésen. Nyilván nem tudunk annyit úszni edzésen, mint versenyen, és ez nagyon-nagyon ritka, hogy valaki akkor úszna meg a legjobbját. De hát egyébként, hát egy edzésen 8 kilométert kell leúszni, én annyit úszom, és ugye naponta két edzés van, plusz egy kondi, úgyhogy hát méterben ez mindenképp kell egy 1500-höz, már egy 800-hoz is egyébként, de hát ugye ennek, hogyha mennyiség meg is van, még ugye kell hozzá minőség. Igen, is. Nagyon nagy, nagyon fontos az, hogy ugye milyen technikával úszik az ember. Igen. Ugye ez igen, igen. Itt nincs mese, tehát perceket jelenthet szerintem. Persze, igen. Hát ugye nagyon sokat gyakoroljuk például technikát is, tehát ilyen technikai feladatokat úszunk nagyon sokat edzéseken. Tehát a méter mellett a technikán van a hangsúly, azt igen lehet mondani, ugye? Hát persze, azon is. Azon nálatok is mennyit számít a forduló? Igen. Hát nagyon sokat. Nem mondod, hogy 1500-an rettentő sokat számít a forduló? Hát dehogy nem, de hát például rám az jellemző, hogy a fordulókon ez igazából az alkatomnak és a méretemnek köszönhető, hogy ugye mivel magasabbak a többiek, és
erősebbek is, jobban el tudják magukat rúgni a faltól, úgyhogy mindig lemaradok egy kicsit, amikor az a pihenés, fordul. Amikor elrúgja magát a faltól? Hát ez a baj, hogy nem szabad pihenés legyen. Nem tehát akkor is nagyon erősen el kell azért rúgni magunkat. És hát én ott szokás szerint mindig kapok egy, tehát van valami hátrányom fordul után, amit nekem be kell hoznom a hossz végére, és hogyha nem lenne ez a hátrány, akkor ugye én hossz közben tudnék előnyt is szerezni, hiszen a gyorsaságom az jobban megvan, tehát mint magyarul, a többiek. Te magaddal is versenyzel állandóan. Hát igen. Nem hát csak az ellenfelekkel. Igen, úgyhogy a fordulón azon is kell javítanom például erősödnöm. Amikor egy 6-8 kilométert úsztok így az edzésen, akkor csak és kizárólag gyorsban úszol? Vagy van más is mellé? Nem csak gyorsan, tehát van, persze mindent úszunk. Hát nyilván az dominál, hogy a gyors úszás, hiszen azon kell minél jobban, minél gyorsabban úsznom, de vannak kiegészítő úszásnövek, tehát vegyesen is pillény hátom ellen is szoktam valamennyit úszni. Persze, ez kell azért is, hogy ne legyen annyira nagyon monoton, már így is ugye elég monoton az úszás, de... Hogy lehet játszani úszás közben? Mire gondolsz, teszem azt 6-8 kilométer alatt? Nehogy azt mondod, hogy dúdolsz valami dal, mert azt úgyse hiszem el, nehogy azt mondd, hogy tudom, hogy nem koppanhat a fejem, mert az fáj, ugye azt tudom, hogy hol van a medence vége. De mit lehet csinálni 6-8 kilométer alatt? Hát egyébként kár, hogy mondhatod, hogy nem mondhatom, hogy dúdolok, mert általában azt szoktam. De, tényleg? De igen, de hát egyébként sokszor például arra gondolok, hogy miért is vagyok ott a medencében, tehát hogy próbálom motiválni magam minden méteren. Ezt a miért is vagyok ott, ebbe belekapaszkodok, vigyázz. Hogy? De ez nem negatív, miért is ja, vagyok nem, ott. Nem. Azért, nyugtass meg. Pont azért gondolok erre, hogy tudom, hogy például most az olimpiára készülök, azért vagyok ott, mert az olimpián jól akarok úszni, azért húzom meg ezt a tempót erősebben, mert ott is meg akarom húzni erősebben, úgyhogy ez abszolút pozitívan. Tehát ez... És akkor mi van, hogyha az edző azt mondja, hogy ez nem jó, ez nem tetszett? Hát akkor megpróbálom még egyszer. Jobban. Volt már olyan, hogy az edző azt mondta, hogy Bogi, ez rendben volt, kimehetsz a vízből. Ez még nem mondta, hogy kimehetek a vízből, de volt olyan is, igen, volt. Hogy megdicsérnek. Hát az is kell. Az kell, igen. Hogy nem. Igen. Mi a legnagyobb dicséret? Ha az edző azt mondja, hogy ez rendben volt, vagy ha te úgy érzed, hogy na ez rendben volt, de az idő nem olyan jó, vagy az idő baromi jó, de te nagyon elfáradtál, és úgy érzed, hogy valami nem stimmelt. Hát, hogyha az időeredmény jó, akkor nem gondolom soha azt, hogy valami nem stimmel. Tehát az biztos, hogy nagyon fáj mindig. Edzésen, igen. De hogyha az időeredmény jó, akkor elégedett vagyok. Természetesen az a legjobb, meg a legjobban eső érzés, hogyha az edző mondja azt, hogy ez most nagyon jó volt, függetlenül attól, hogy mondjuk jó az idő, vagy nem. Mert ugye kívülről látja a mozgásomat, hogy ez most könnyed volt, vagy nem annyira, és hogyha könnyed volt, és esetleg nem lett olyan jó az idő, akkor is ugye mondjuk megdicsér, mert jó volt legalább a mozgás. Úgyhogy hát én szerintem az a legjobb, hogyha az edző mondja. Az egy dopping, azért én azt gondolom. Dopping. Ilyen buta szót használok egy sportolóval, szóval ezt el is felejtjük, ezt hát ilyen dopping meg akármi. Tehát ma már aki megpróbál valami szerhez hozzányúlni, az a nem normális kategóriába tartozik. Nálam legalábbis én úgy gondolom. Úgyhogy ezt kiveséztük. Azt elmondtad, hogy mi motivál téged, ugye jön Rio. De azt még nem mondtad el, hogy hány éve úszol, mert azért a kedves újpesti tévénézőknek azért szeretnélek egy picit bemutatni mégiscsak. Itt van egy világbajnoki bronzérmes, Európa-bajnok, olimpikonunk, hát azért hagyd tudjanak ők is rólad valamit. Hogy kezdtél, hogy keveredtél a vízbe? Hát én 5 éves korom óta úszom, az azt jelenti, hogy 17 éve. Kedves nézők, elárulta a hölgy, hogy hány éves, de ezt felejtsük el, de igen. És hát úgy kerültem oda, hogy az óvodával volt egy ilyen rendszeres program, hogy hetente 2-3 alkalommal lejártunk úszni a Bévérci úszodába. Ott tanultam meg úszni, és az akkori ottani oktatók keresték meg édesanyám a telefonon, hogy nagyon ügyesnek találnak, és úgy látják, hogy szeretek a vízben lenni, meg ott mozogni, úgyhogy érdemes lenne beiratkoznom. Tehát, hogy rendesen. Igen. És hát anyukám otthon megkérdezte, én mondtam, hogy nagyon boldogan, és az de ott jó. Úgyhogy így kezdődött. Más sport nem is volt az életedben? Nem igazán. Nem is vagyok annyira ügyes másban. Mi az, hogy lehet ilyet mondani, tudod, amikor azt mondja a gyerek otthon, hogy nem szeretem a spenótot. Na de hát kisfiam, kislányom, kóstoltad már? Még nem. Hát akkor mondod, hogy nem szereted. Például labdajátékokban én nem gondolom, hogy annyira
ügyes vagyok, de mondjuk röplodazni nagyon szeretek. Na látod, már megvan a gömbérzék, tehát innentől kezdve még ússzál nekünk 5-6-8 évet, és akkor utána el lehet menni vízilabdázni, ugye? Jó, lehet nem járnának jól, hanem, de igen. Tehát akkor elkezdtél úszni, és akkor tehetséges voltál, ezek szerint látszott a vízben. Hát igen, ügyes. Jöttek a kisebb-nagyobb eredmények, aztán jöttek a nagyobb-nagyobb eredmények, de egy egyéni sportoló az nagyon-nagyon nehéz helyzetben van általában, mert ugye nem lehet mindig mindenki a csúcs közelében vagy a csúcson. Viszont a ti sportágatokban is rettentő sokat kell dolgozni. Volt olyan, amikor úgy érezted, hogy ezt én nem csinálom tovább, vagy ezt miért csinálom én? Igen, csak volt. Négy szem közt vagyunk, alig hallja valaki, amikor ezt válaszolod. Ja. Egyébként volt, ezt nem titkolom. És amúgy én pont azért szeretem ezt csinálni, meg az, hogy az egyéni sportág, ebben azt szeretem a legjobban, hogy itt tényleg rajta múlik minden, és hogyha valami nem sikerül jól, akkor az én hibám, hogyha valami jól sikerül, akkor pedig büszke lehetek magamra, hogy meg tudtam csinálni. És hát természetesen vannak azért nehéz napok, és nehéz hetek, és akár hónapok, amikor velem is volt ilyen, hogy úgy voltam vele, hogy én nem akarok többet lemenni az úszodába, és el akarom felejteni az úszást. Uh-huh. De Bogi, áruld már nekem el azt, hogy milyen érzés beleugrani ebbe a jéghideg vízbe hajnalok hajnalán, akár nyáron is. Én is járok úszni, bevallom ide Újpestre az úszodába, hát hú, nagyon nehezen ugrok bele először a vízbe. Hát igen, ez velem is így van, meg szerintem igen? Elég sok úszótársam van így. Hát ritkán van az, hogy jól esik beugrani. Uh-huh. Tehát mondjuk, hogyha kint nagyon meleg van, akkor már várom, hogy beugorjak, de amúgy van, hogy olyankor se, tehát hogy így nehéz. De pont most kezdek rájönni, hogy lehet ez könnyebb, és már pedig úgy, hogy már úgy megyek le edzésre, hogy tudom, hogy miért akarok beugrani hogy a vízbe. Miért akarsz, igen, és így szinte nem is érzem, hogy hideg a víz, uh-huh. Nem is érzem azt, hogy most nem akarok oda beugrani, uh-huh. Hanem már várom, hogy kezdjük. Edzés alatt szoktatok izzadni a vízben? Hát persze, csak nem látszik, csak nem érezzük, mert vízbe vagyunk, úgyhogy... Tehát ez azért kőkemények az edzések. Hát persze. Ebből a csekélyekkel kis testsúlyodból mennyit dobsz le egy edzés alatt, azt megnézted? Igen, egyszer megmértük, egyszer-kétszer, hát egy kilót mondjuk. De hát azt ugye egyben pótolnom is kell folyadékkal, izotóni és itallal. Mennyire kell vigyázni az alakodra, a súlyodra? Hát nekem úgy kell vigyáznom, hogy híznom kéne. Úgyhogy én egy ilyen szerencsésebb fajta vagyok, mert hogy ugye ahhoz, hogy több izmot tudjunk építeni, ahhoz ugye először kéne valami, hát egy nagyon kicsi súlyfeleslegnek lennie rajtam, hogy ezt át tudjuk ugye alakítani izommá. És hát most a téli szünetben dolgoztam rajta, hogy egy kicsit feljöjjön, úgyhogy... Beigliás egyebek? Hát hasonló, igen. De akkor neked effektív, akkor arra kell figyelni, hogy minél többet tegyél. Igen. Ugye? Igen. Minden ebből vagy? Igen, azért elég sok minden. Hála Istennek. Igen. Térjünk már vissza egy kicsit azért az úszásra, illetve az edző és a versenyző kapcsolatára. Az edző mindenről tud mindig, ami veled kapcsolatban van? Egy edzőnek újra fogalmazom a kérdést, tudnia kell? Hát én úgy gondolom, hogy ha nem is minden apró részletről, de azért sok mindenről, tehát a lényegről. Uh-huh. Például az, hogy milyen lelki állapotban vagyok, én úgy gondolom, hogy azt fontos megosztani, hiszen ugye azon múlhat egy edzés, hogyha erről tud az edző, hogy éppen valami történt, ami miatt most nem vagyok olyan lelki állapotban, uh-huh. akkor inkább tudjon róla, hogy most mit várjon el tőlem egy edzésen. Úgyhogy, és az jó, hogyha tudja, és hogy tudja azt is, hogy kezelje ezt. Az edző az barát, vagy családtag? Már érted a kérdést, hogy... Igen, hát valahol mindkettő. Mindkettő? Uh-huh. Igen. Uh-huh. Igen, hát legalábbis az az ideális szerintem, hogyha ugye meg lehet vele mindent beszélni. És a versenyzőtársak? Na velük mennyit tudsz megbeszélni? Én úgy gondolom, hogy velük is bármit meg lehet, hiszen ők ugye ugyanazt csinálják, mint én. Ugyanúgy be kell ugrani a vízbe, ugyanúgy le kell úszniuk x ezer métert. És ugyanúgy fáj nekik is, ezt ugye velük például meg tudom jól beszélni, hogy most mennyire fáradtunk el, meg mind a ketten ugyanúgy, alig várjuk, hogy aludjunk, hogy mi ketten, hát ugye mindenki, aki a csoportban van mondjuk, úgyhogy velük meg azért jó ezeket megbeszélni.
És meg is szoktátok beszélni? Igen, én meg szoktam. Tehát van egy ilyen, összedugjuk a fejünket, és akkor, akkor most pletykázunk egy kicsit az úszásról. Igen, hát ez jellemző volt. Hát ugye most még nagyon kevés ideje vagyok itt azért az Újpestben, de az előző klubomban, a BVSC-ben azért ez jellemző volt, hogy az öltözőben kicsit. Mennyire változott meg az életed, amióta mondjuk újpesti vagy, tehát más úszod, más felé kell villamosodnod, autóznod? Hát ennyiben. Hát ugye kocsival vagyok, igen, hát hogy kicsit messzebb van az úszoda így most nekem, de nem olyan vészes. A kombiban úsztok? Igen, igen, a kombiban úszunk. De hát egyébként, tehát így lényegében más nem változott. Tehát maga az újpesti úszócsapat az együtt készül? Tehát lehet igen. Azt mondani, hogy A-tól Z-ig a kombiban készül? Igen. És együtt tréningeztek, együtt, együtt... És az a bizonyos válogatott, az hogy áll össze akkor? Hogy találkozik a válogatott? Csak úgy, hogy a szövetségi kapitány azt mondja, hogy szerdán délután 4 órakor találkozunk? Vagy? Hát vagy így, vagy ugye versenyeken. És versenyeken, tehát nincsen olyan, hogy közös válogatott edzőtábor? Van edzőtábor, de már nem jellemző az, hogy minden egyes válogatott ott legyen ugyanabban a táborban. Tehát minden válogatott megy táborozni, de általában külön helyszíneken. Úgyhogy az már régebben jellemző volt, hogy együtt ment minden egyes válogatott, most már nem. Most már csak versenyeken. Tehát magyarul megvannak a műhelyek, ahol hát igen, meg mindenkinek a kedvenc helyszíne, például edzőtáborozásra. Te vagy az első ifjúsági olimpiai bajnokunk, ugye jól tudom? Igen. Ugye? Az úszok között. Igen. Előtte viszont, ha tévedek, ennyit tévedhetek, előtte te már indultál a felnőtt olimpián, ugye? Jól emlékszem. Igen. Mi volt a kettő közötti különbség? Összetudod hasonlítani a két olimpiát? Igen, igen, össze, mégpedig úgy, hát ugye 2008-ban Pekingben én 15 éves voltam, mondhatom, hogy elég fiatal, és hát ugye... Egerszegi Krisztina 15 évesen lett olimpiai bajnok, úgy 14 évesen, igen, pláne. De hát ez még fiatalabb, úgyhogy hát én ugye becsöppentem így a felnőttek közé, és hát emiatt mindent nagynak láttam, ugye ilyen óriás épületeket, meg óriás embereket, meg minden olyan nagy volt ugye hozzám képest, és ezért én olyan nagyon picinek éreztem magam, és kicsit ilyen jelentéktelennek, szóval én még kicsit elveszettnek is az elején, úgyhogy de aztán persze megtaláltam a helyemet, és nagyon jól éreztem magam, de hát ott még éreztem, hogy én itt még csak tanuló vagyok, és figyelem a nagyokat, hogy mit, hogy kell csinálni. Az ifjúsági olimpián pedig ugye én a nagyobb korosztályt képviseltem, úgyhogy ott nem mondhattam, hogy én vagyok ott a kicsi, hanem ott már tudtam, hogy akár egy aranyérmet is elhozhatok, ugye végül kettőt hoztam el. Igen, meg egy ezüstérem, úgyhogy nagyon-nagyon örültem neki, és hát egy borzasztó jó élmény volt. És ugye, ahogy mondják, ez az ifjúsági olimpia, ez egyszer van az életben. Igen. Itt nincs mese, tehát egyszer elindulsz, vagy nyersz valamit, vagy nem. Igen, ugye itt csak egyszer lehet kijutni. Itt csak egyszer lehet. Ez nagy lökés volt? Jó volt? Jó volt, ez rossz kérdés. Tehát nagy lökés volt a pályafutásodban? Igen, ez én úgy gondolom, hogy nagyon. Tehát én onnan hazajöttem, mondhatom, hogy megízleltem azt, hogy milyen egy olimpián ugye ott lenni és nyerni, és hát akkor váltam még motiváltabbá, hogy én ezt a felnőttek között is szeretném érezni. Úgyhogy... Nálatok, a ti sportágatokban, ugye bármiről beszélünk, hát, tínédzserek úszkáltak, de most már azt látjuk, hogy azért kitolódik az idő, ugye? Az igen. Életkor kitolódott. Igen. Mennyit számít az, hogy ifiből, juniorból fel kell lépni a felnőttek közé? Ez sokat számít nálatok a ti sportágatokban? Hát én úgy gondolom, hogy azért ez egy elég nagy lépés, ugye az ifjúsági korosztályból egyből a felnőttbe átlépni, hiszen ugye 17 évesen mi már felnőtteknek számítunk. Ugye most már bejött egy ilyen új kategória, a junior, tehát ott még nyertek egy évet most már a fiúk és lányok, de eddig ugye például nálam még ez nem volt, úgyhogy 17 évesen már felnőtt voltam. Tehát 17 évesen felnőtt versenyző lettem. Igen, igen, és ugye onnan pedig azért az nem könnyű. Igen, ugye onnan pedig már csak a felnőttek között lehet bizonyítani, nincsen korosztályos verseny, úgyhogy én gondolom, hogy ez egy elég nagy lépés, és ugye ekkor tájt
hagyják ugye abba elég sokan az úszást, mert ugye észleljük azt, hogy hát eddig lehet, hogy jók voltak, és ott voltak ifjúsági országos bajnokságon a dobogón mondjuk, de hát utána rájönnek, hogy hát ott vannak a felnőttek. Hogy sikerélmény, ugye? Ami igen, motivál, igen, és ugye mindig. Ez hirtelen egyik évről a másikra eltűnik, és hát ugye sokan úgy vannak vele, hogy erre nem is lesz esély, pedig ugye van, csak küzdeni kell érte. Tenni kell érte, igen. Igen. Neked ez sikerült? Hál' Istennek, igen. Nem okozott nagy problémát? Nem. Azért próbálok belelátni egy picit a fejedbe, mert ugye egyéni sportoló az eszméletlen igen. mennyiségű problémával küzd a mindennapokban is. Hát persze, igen. Nekem annyira nem volt vészes ezt áthidalni, ezt az ifjúsági korosztályból a felnőttbe való átlépést, mert én mindig is mértem magam a felnőtt legjobbhoz és a felnőttekhez, tehát én tudtam, hogy hova fogok becsöppenni, igen. amikor felnőtt leszek, és hál' Istennek akkor is láttam magam előtt azt, hogy én simán lehetek a legjobb. Hogyha nem is egyből, akkor majd jövőre, vagy két év múlva. Úgyhogy ez így is lett, és hál' Istennek még mindig mondhatom, hogy 800 gyorsan még én számítok a legjobbnak Magyarországon. Úgyhogy... Hát és 1500 akkor még nem is beszéltünk. Igen. Azért az engem nagyon érdekelne, ugye ahogy mondtad, hogy így van, hogy kitolódott az életkor. Igen. Meddig lehet büntetlenül úszni magas szinten? Hát én úgy gondolom, hogy most már azért, hát a fiúknál ugye mondjuk jellemző volt a 30 év, az simán belefér. A nőknél ugye egy kicsit azért kevesebb, bár aztán most ki tudja, tehát lehet, hogy már a nőknél is simán el lehet menni 30 évig. Ez ugye folyamatosan kitolódik, úgyhogy hát egy nagyon jó példa erre ugye Hosszú Katinka, aki még a következő olimpiát is tervezi, úgyhogy már simán belefér, mert tényleg. Tehát, és ezt úgy, ahogy értsd a kérdést, büntetlenül lehet, tehát a tested, a lelked nem sígyli meg. Hát ez egy jó kérdés, de én úgy gondolom, hogy azért, hogyha valaki sportol, akkor az egy nagyon egészséges életmód. Nyilván az élsport az már egy más tészta, hiszen ott már egy eléggé ki van téve a szervezet annak, hogy ugye minden nap, hát, hogy is mondjam, ki van zsigerelve. Úgyhogy ez már nyilván egy másik oldal az egésznek, de hát, hogyha valaki szereti csinálni, akkor miért ne csinálja? Miért ne csinálja? És amikor nem úszol, akkor mit szeretsz csinálni? Mert ez egy ilyen, tudom, panelkérdés, de hát nem, ahogy mondta annak idején Kazal Laci bácsi, hogy nyugi, dagi, nyugi, nem csak a foci van a világon. Gondolom az úszáson kívül azért van más is az életedben. Igen, hát én jelenleg az ELTE-n tanulok pszichológiát. Kérem szépen, nem kell pszichológushoz járnod. Hát igen, majd én leszek a magam pszichológus. Így van. Egyébként hát ezt most viszont szüneteltetem az olimpiáig, pont azért, hogy miért hangsúlyt fektessek az edzésekre. Viszont szeptembertől már folytatom a tanulmányomat is, és hát már nagyon várom, mert most egy picit ugye így üresek idézőjelben a napjaim, hiszen ugye két edzés között hát kell az a pihenő, tehát azért nem sajnálom, hogy most nem kell másra koncentrálnom, de már várom azt, hogy kicsit mást is csináljak az úszás mellett. Tehát akkor ez most az úszás és az úszás tölti igen. ki az... Igen, ez a három. Nincs mese, ez a igen. három. Figyelj, ahogy szokták mondani, most már fél lábon is kibírod az olimpiáig. Ott légy szíves, aztán két lábbal és két kézzel és jó fejjel tessék versenyezni, és tessék nekünk újpestieknek és mindenkinek, aki szereti az úszást, szép élményeket szerezni, és magadnak pedig, mondjak, tudod, mit kimondom? Egy gyönyörűséges érmet kívánok neked Rióra. Köszönöm szépen. Bogi, nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál. Biztos, hogy találkozunk. Még ígérem, hogy a felkészülés alatt ritkán foglak zavarni, de megtörténhet. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál. Köszönöm szépen.